Sziasztok, PC Guru Live nézőink! Egy igazán különleges alkotást szeretnék most bemutatni nektek, amit úgy hívnak, hogy Dishonored, és Wilsonnal fogom most beszélgetni a játékról. Elsőként meg is kérdezném, honnan jött ez, kik a fejlesztők? A stáb meglehetősen impozáns tagokból áll, maga a stúdió az Arkane Studios, akiket elsősorban az Arx Fatalisról ismerhetünk, ami egy remek szerepjáték volt, azonban annak a kiadása óta nem igazán volt értékelhető játékuk. A Might & Magic világában játszódó akciószerepjáték egyáltalán nem sült el jól, az azóta eltelt évek során pedig elsősorban bedolgoztak máshova, de önálló játékok nem volt. Az Arx Fatalis éppen ezért mindenképp egy vízválasztó, évek óta készült, és a fedélzeten Deus Ex-ben és a Thief-ben közreműködő tagok is dolgoztak, sőt magát a világot a Half-Life 2 kultikus városának művésze tervezte, így ez mindenképpen egy olyan különleges játék, amely szinte példanélkül. With 1 week's notice. Wait, where are the guards? Who sent them away? Mother, look! What are they doing on the rooftop? What? Emily, come here! Engem már az első videók után megragadott ez a játék. Meséld el nekünk, hol járunk, miről szól ez a történet. A játék Dunwall városában játszódik, ami a 19. század ipari forradalmának világát idézi fel, illetve a Dickens regényeket. Lényegében egy olyan különös és furcsa univerzum ez, amely magának tudhatja a valós ipari forradalmat, a mágiát, illetve egy olyan gazdaságot, amely a bánazsír kitermelésére és felhasználására épült. A történet középpontjában egy pestis járvány áll, amely rendkívül durván tizedeli a lakosságot, senkit sem kimélve, és amíg ez nem lenne elég, a császárnőt meg is gyilkolják. Természetesen ezzel a tettel téged vádolnak meg, hiszen a gyilkosság pillanatában te állsz a hölgy mellett, menekülni kényszerülsz, az árnyékok mögül csendben, titokban lopózva próbálva tisztázni a nevedet. Ebben a bosszú hadjáratban egy olyan csoport segít, amely szeretné átvenni a hatalmat az új vezetés felett, megpróbálva megölni annak kulcsembereit, visszaadva a hatalmat, illetve a biztonságot annak a népnek, amely a pestis járvány miatt folyamatos rettegésben él. Azt le kell szögeznünk rögtön itt az elején, hogy ez nem egy lövöldözős akciójáték, bár FPS nézetből játszunk. Milyen a játékmenet? Mihez lehetne leginkább hasonlítani? Hát, hogyha nem Dishonorednek hívnák, akkor mondhatnánk azt, hogy ez a Thief legújabb része. Ez egy ízig-véri lopakodós játék, ahol a cél mindig az árnyékokban maradás, a csendes és nyom nélküli gyilkosság, illetve továbbjutás. Sőt, a legjobban akkor járunk, hogyha úgy próbálunk túljutni a történeten, hogy szinte senkit sem ölünk meg, hiszen a játék a legnagyobb élvezetet ekkor adja. Éppen ezért mindenképp a Thief-et hozhatjuk fel példának, illetve a világ tekintetében a Bioshockot, hiszen ugyanazokat az eszközöket, a hátrahagyott jegyzeteket, könyveket használja a történet elmeséléséhez, illetve a világ bemutatásához, de a rendkívül egyedi stílusa miatt azért van egy önálló karaktere is, amely leginkább a Bioshockot idézi, azonban bánazsira épülő gazdaság, illetve az egyéb ismertető jegyei miatt ez egy rendkívül egyedi, gyakorlatilag semmihez sem hasonlítható különleges világ. Somebody, get over here! I'm gonna dump you in the river after I cut you over. Bár ahogy említetted, a lényeg a lopakodáson van, de a játékosra bíznak mindent. Mesélj nekünk erről. A történet 9 küldetésből áll. Egyes küldetések kifejezetten hosszúak, elsősorban akkor, hogyha az ember lopakodni próbál, ekkor akár több órásra is nyúlhat minden egyes feladat. Ebből akad bőven, általában mindig egy célpontot kell meggyilkolni, aki mindig a legjobban őrzött és legnehezebben megközelíthető helyeken bujkál, vagy éppen éli életét. Ez egy rendkívül jó hangulatot teremt, hiszen például egy bálba bejutni már önmagában nagy élmény, hát még ott megtalálni a célpontot és úgy elintézni, hogy ezt senki se fedezze fel. Erre ráadásul több mód is van, hiszen minden küldetés legalább 2-3 vagy akár többféleképpen is teljesíthető, attól függően, hogy az ember hol próbál bejutni, illetve milyen játékstílusban próbál boldogulni, hiszen lehet ugyan gyilkolni, mészárolni, azonban sokkal kifizetődőbb, ha mindig megpróbáljuk megtalálni a lehető legjobb, legtitkosabb utat.
És milyen eszközök állnak ehhez a rendelkezésünkre? Alapesetben egy kard és egy pisztoly, azonban sokkal hasznosabb, hogyha az épuskát használjuk. Minden egyes fegyver saját lövedékekkel rendelkezik, ráadásul eltérő típusokkal, így lehetőség van az őrök elaltatására, felgyújtására vagy megölésére. Mindig az a legcélszerűbb, hogyha megpróbálunk nem gyilkolni, hanem vagy elkábítani, vagy megfojtani, a testeket pedig elrejteni, hogy egy őrjárat, egy arra tévedő őr se fedezze fel őket. Ezen felül még van egy bizonyos szintű mágia is a játékban, amely rendkívül nagy segítséget nyújt, hiszen ennek segítségével teleportálhatunk, nagyobb távolságokat küzdhetünk le, felvehetjük mások alakját, patkányokat idézhetünk meg, széllökéssel bárkit ledönthetünk a lábáról, vagy éjjellátással kifőkészhetjük az őrök útvonalát, sőt, még lehetőség van bizonyos állatok, például patkányok, kutyák megszállására is, így aztán tényleg annyi módja van minden egyes küldetés teljesítésének, hogy az egyes célpontok elintézése már önmagában is kifejezetten nagy kihívást jelent, hát még a hozzájuk való eljutás. The Pendletons are here again. Rich and mostly clean. Can't ask for more than that. Morgan is down in the steam room with Lulia. Custis is in the gold room with Violetta upstairs. Fejlődik-e a karakterünk a játék során? Igen, a játék a gyűjthető tárgyakat rendkívül jól használja fel, hiszen ezek nem csak egy számot jelentenek a statisztikák között, hanem valós értéket adnak. Bizonyos rúnákat lehet találni, amikkel képességek vásárolhatók. Ezek voltak az említett alakváltás, teleportáció és egyéb, de csontalizmánok használatával is bővíthetjük a karakterünk tudását. Ezek folyamatosan aktív extrákat adnak, például nem támadnak ránk a patkányok, vagy több életünk lesz. Mindenképpen megéri bejárni a pályákat és mindent megtalálni, mindent felfedezni, hiszen ezzel jelentősen javíthatjuk a túlélési esélyünket. Ez a 9 küldetés nem tűnik túl soknak, de azért megnyugtatásképpen közölhetjük, hogy rengeteg mellékküldetés is található a játékban. Mesélj nekünk ezekről. Ezek kisebb feladatok, a térkép, illetve maga a játék alapesetben nem is jelzi őket, akkor találkozunk velük, hogyha vagy bizonyos karakterrel beszélünk, vagy bizonyos helyre tévedünk. Ezek ötletes és apró kis feladatok, ilyen lehet például egy szép kinyitása, valaki megkímélése, egy elveszett tárgy megtalálása. Ezek ugyan eltérítenek a fő céltól, azonban remek gyakorló terepet jelentenek a játékmenet elsajátításához, mert ugyan az irányítás remek, maga a játékmenet pedig gyorsan kiismerhető, azért nem árt tisztában lenni azzal, hogy mikor és merre érdemes menni, hogyan érdemes használni a képességeket és fegyvereket, illetve hogy mennyire nagy szerepe is van annak, hogy az ember mindig próbál a lehető legcsendesebben haladni. Talán felesleges is megkérdeznem, hiszen a válasz lehetne egy rövid igen is, de motivál valami a többszörű végigjátszásra? Mindenképpen az említett több alternatív lehetőség, mert minden egyes küldetés végvitele egy önálló élmény, és hogyha az ember ismét visszatér ezekhez a feladatokhoz, akkor már más útvonalakat, más módokat is kipróbálhat, és akár olyan részeket, olyan jeleneteket is felfedezhet, amit amúgy nem, ez pedig rendkívül megnöveti a játékélményt, hiszen két végigjátszás mindenképp benne van a játékban, még úgy is, hogy nincs lehetőség a megszerzett képességek kimaxolására és újbóli felhasználására, hiszen a New Game Plus játékmód hiányzik, ezért a korábbi küldetések végvitele azzal az eszköztárral lehetséges, amivel akkor is ott már rendelkeztünk. Talán a képeken már biztos feltűnnek nektek, de a játék itthon magyarul jelent meg. Milyen lett a fordítás? A fordítás kiváló lett, egy olyan neves fordító csapat csinálta,
akik már rendkívül tapasztaltak ezen a téren, ez érezhető is a szövegen, hiszen igazodik mind a világhoz, mind ehhez a különös korhoz, így a szó és nyelvhasználat, a mondatok felépítése tényleg elhiteti velünk, hogy egy az iparosodás korát élő világban járunk, és hibákkal nem is nagyon találkoztunk ezen a téren, ráadásul a monosítás az minden platformon elérhető, így nem csak a PC-s, hanem a konzolos változat is magyar nyelven szól a játékoshoz. You just need a bit. Ain't you heard? Slack junk is the good stuff for himself. Rest of us can take part of the trip. Distilled from river crust by the taste of it.